Október 13-án, pénteken nem kerüli el a szerencső a Duna nézőit, ugyanis most már biztos, hogy aznap este 9 órakor dupla epizóddal debütál az idejév legjobban várt szenvedélyes történelmi kalandfilm sorozata, a Tündérkert. Jönnek a részletek. Gábor. Itt ül velem szemben a rendező, Madarász Isti. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Volt egy kis druk, azért tegnap este a premier előtt? Hát... Igen, bár ez most egy nagyon érdekes druk, mert egy olyan típusú izgalom volt bennem, hogy mi, mi, két és fél éve ezen dolgozunk, és én tulajdonképpen két és fél évet tudom, hogy mi lesz a bemutatón. Én tudom, milyen ez a sztori, tudom, mi a közepe, tudom, mi a vége, és onnantól kezdve, hogy elkezdtük olvasni a forgatókönyvet, mi tudtuk, hogy ez, ez jó. És azt vártuk, hogy na most ezt végre megmutathassuk másoknak is, egy ilyen, egy ilyen örömteli izgalommal. Szóval igazából nem azon izgulunk, hogy ez tetszik-e az embereknek, mert ez. Ez tetszeni fog a legtöbb embernek. De nem csak a sztori lehetett jó. Mi kellett még ahhoz, hogy ennyire szép legyen, hogy ilyen jó legyen a fogadtatása? A színészek a, a sztorit már említette. Mi kellett még hozzá? Én, 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 én mindig azt mondom, hogy igazából egy ilyen típusú sorozatnak, de a legtöbb filmalkotásnak, tehát ha jó a könyv és jók a színészek, akkor mondjuk a 80% mag van, és erre jön rá, hogy hú, de szép a látvány, a díszlet, a jelmez, az operatőr, a zene. A rendező, de nekünk nagyon jó volt a könyv, ugye eleve Móri írta, és utána a szuper forgatókönyvek születtek, és nagyon jók a színészek, nagyon sokan vannak, nagyon sokfélék, Tényleg én sokszor ültem a forgatáson, és gyönyörködtem bennük. Azon gondolkodtam így ez alatt a két és fél év alatt, amikor tudtam, hogy ön megkapta uh -huh. ezt, a, ezt a munkát, és ismerve az ön eddigi pályafutását, azon gondolkodtam, hogy nem fogja ez zavarni, hogy egy ilyen, egy ilyen merev történelmi témához nyúl, és közben tessék a premierről meg azok a hírek jönnek, hogy ez trükkös, ez. Ez, ez élénk, ez vérbő, szóval azért akkor megoldotta. Hát az az érdekes, hogyha két és fél éve és két napja beszélgettünk volna, tehát nekem ezt eszem ágában nem lett volna egy ilyet elvállalni. Soha nem gondoltam volna, hogy én, én kosztümös történelmi sorozatot fogok rendezni. És amikor érkezett az érdeklődő megkeresés, hogy volna egy ilyen projekt, én kizárólag udvariasságból mondtam, hogy elolvasom. De tényleg, mert túl sok szólt, ellene, tehát az is, hogy móric, Régi, Poros, most ez most egy nagyon sok történelmi sorozat és projekt lesz, nem biztos, hogy pont ebbe kéne beleállni mindenkivel, egy irányba menni, ez az én hülyeségem, ez, ez olyan merev lesz és, és, és itt van ez a Bátori, meg Betlen, biztos ilyen szenteket kell majd faragni belőle. Majd elkezdtem olvasni a forgatókönyvet, meg a Móricz regényt és, és őszintén megdöbbentem, hogy ja, ez ilyen? ez sötét, ez fordulatos, nagyon érdekes, nagyon kiszámíthatatlan, nagyon vad, szexi, erőszakos, szóval nem az, amit így az emberek várnának, hogy na, a magyar közmédia most mivel rukkol elő, meg a Nemzeti Filmintézet, ez a, ez, ez valami nagyon érdekes, nagyon friss közben, és ez a legjobb benne, és ettől bizsergető, ez a mi történelmünk ezek a mi hőseink, akikről tanultunk az iskolában, csak hát nem figyeltünk oda. Az a feltételezésem, ennek most már nincs tétje, elmondhatja, igen. hogy az egyetemen a tündérkertet nem olvasta. Ez mert így, nem? annak idején én igen, mert kötelező volt, <laughs> és tudtuk, hogy ez hogy ez egy jó történet, <laughs> hogy ez az önszavaival egy szexi történet, igen. és annyira kíváncsi vagyok, annyira jó azt látni, hogy ezt tudta megjeleníteni, ezt a részét igen. a sztorinak. Én, én, énnek, én, én az iskolában ezeket mind kihagytam, <laughs> és ilyenkor azt kell, Múzni, hogy gyerekkoromban ez volt a kedvenc regényem, de nem, én ezt egyáltalán nem olvastam ezt a regényt addig, amíg el nem kezdtünk ezen dolgozni, de korábban én, én Arany Jánosnak a tetemre hívásából csináltam egy kis filmet, mert nekem van egy ilyen új mániám, hogy vannak olyan történetek egy-két-háromszáz évvel ezelőttről, amiknek a története az tökéletes, a nyelvezete az lehet, hogy nem kompatibilis a mai olvasókkal, meg a mai fiatalokkal, és én a lányom miatt, aki most Tini, egyszer mondtam neki a tetemre hívásra, hogy ez olyan, mint egy, egy helyszínelők epizód. Ez egy krimi, csak te nem olvasod el, mert nem tetszik, hogy rímekben van szedve. A tündérkert ugyanez. Nem könnyű olvasmány, de a sztoria, hát az egy sötét, középkori, ármányos, csavaros, családi kardozós dráma. És most megkapják a nézők úgy, ahogy 21. században kell tálalni egy sorozatot. Nézzük, hogy hogy sikerült az ön meglátása szerint ezeket a karaktereket megjeleníteni. Erős volt a lehetőség, erős volt a színészgárda, jónak tűnik. Igen, ez egy, ez egy jó lehetőség volt, hogy azért ez egy nagy projekt, tehát oda nyúltunk, ahova csak akartuk. Azt tudtuk, hogy kellenek nagy színészek, ismert színészek, jó színészek, de biztos, hogy kellenének olyanok, akiket még nem ismernek a nézők. Az például egy óriási hazárdírozás volt, hogy hosszas keresés után úgy döntöttük, hogy ez egyes számú főszereplő, a Bátori Gábor karakterét, egy a színművészeti főskalán egy harmadikos diáknak adjuk oda, akit igazából még semben nem lehetett látni, és egy ekkora projektet a nyakába teszünk, de annyira jó volt, hogy tudtuk, hogy meg fog vele birkózni, ő Katona Péter Dániel. Emellett nagyon sok nagy magyar színész, Kálói Molnár Péter, Rajkai Zoli, Balsai Móni, Gáspár Kata, Dobos Evelin, szóval voltak a a nagyok, és azt is tudtuk, hogy nagyon szeretnénk sok erdélyi színészt használni, és akkor én elmentem Marosvásárhelyre, ott szerveztünk egy nagy kasztingot, rengeteg fantasztikus erdélyi színészt megnéztem, és végül 17 elég komoly szerepet tudtunk adni erdélyi színészeknek, akik aztán tényleg nem ismernek itthon, de annyira jók, és ebből kialakult egy olyan, igazából 73 fő színészünk van, az azt jelenti, hogy szöveges szerep, de ebből mondjuk 20 az, aki aki, na, aki viszi a hátán a sorozatot, na az a 20, az, az szuper. Ja, elképesztő két és fél év lehetett az, az, az ön életében, szépen. és egyébként közben mást is csinált, mert azért felbukkantak ilyen mindenféle filmdíjak. <laughs> Legutóbb néhány héttel ezelőtt Várnából hozott el, az Átjáróházzal igen. egy díjat, meg az elmúlt egy évből is emlékszem. Igen. Szóval azért akkor ebből a, ebből a helyzetből most ki is kell majd valahogy jönnie. Hát igen, ugye főleg a Covid miatt így ezek a hosszú hosszútávú projektek egy kicsit összecsúsztak, mert az Átjáróház mozifilmem az, az lassan fejeződött be, és tavaly decemberben jött ki, annak most van a fesztivál körütje, Most ugye bemutatjuk a tündérkertet. Most októberben lesz egy ilyen érdekes dolog, hogy mi megyünk Erdélybe a egy legyen turnéra, és közben át kell mennem Brassóba az átjáróháznak, az meg fesztiválozok egy másik fesztiválon. Szóval ez izgi dolog, én most arra vagyok a legkíváncsibb, hogy hogyan tovább, mert most így minden megáll, Ö, hát várom a felkéréseket. Ez egy trilógia, tehát Igen. a Moritz három kötetes a trilógia tündérkel, csak az első Igen. kötet, akkor lehet, hogy várhatjuk a folytatást? Mi ezt szeretjük elmondani, hogy a trilógiának a második kötete a leghíresebb egyébként, és a legjobb. Aki olvasta, az pontosan tudja, hogy az kiről szól. Nem titkoltan, ez egy nagyon lezárt első évad, de ha valaki végignézi, és garantálom, hogy nagyon fog tetszeni a legvége, akkor pontosan érezni fogja, hogy na ez merre mehetne tovább, arra is fog tovább menni, a forgatókönyvek készen vannak, úgyhogy igazából mi ugrásra készen várunk, hát nem mindegy, hogy mi lesz a fogadtatása ennek az első évadnak. Jövő hét péntek este a Dunán két Igen. résszel startol, tehát a Tündérkert madarászisti rendezővel beszélgettem. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.